Télen észrevehetően csökken a véradási kedv az önkéntesek körében, pedig naponta országosan 1800 véradóra lenne szükség ahhoz, hogy biztonságos mennyiségű vérkészlet álljon a szakemberek rendelkezésére. A téli hideg időszak mellett jelentősen befolyásolja a véradók számát a megfázásos időszak és az influenza járvány. A rendszeres donorok értesítést kapnak a vörös Vöröskeresztől, amelyben jelzik, hogy lejárt az 56 nap, így újra mehetnek vért adni. Az említett időszakban azonban rájuk sem lehet mindig számítani. Nagyon sokszor egy-egy felső légüti fertőzés vagy valamilyen más betegség, ami egyébként egy múló állapot az életükben, távol tartja őket a véradástól, nem tudnak eljönni, le van gyengülve az immunrendszerük. Vannak periódusok, amikor jobban oda kell figyelnünk erre a donorpótlásra, jobban és erősebben meg kell szólítanunk azokat a donorokat, akik még nem voltak, vagy régen voltak, vagy elfeledkeztek, vagy valami miatt nem úgy jött ki a lépés, hogy el tudjanak jönni a véradásokra, hogy ezekben az időszakokban aktivizálják jobban magukat, és tegyék meg azok helyett a donorok helyet, akik viszont rendszeresen járnak. A véradónak át kell esnie egy orvosi vizsgálaton, test meg kell haladni az 50 kg és fontos feltétel, hogy a donor 18 és 65 év közötti legyen. Ezért a Magyar Vörös Kereszt a középiskolákban évente két-három alkalommal szervez véradást, ilyenkor a cél, hogy megszólítsák azokat a diákokat, akik később rendszeres véradók lehetnek. A tapasztalatok szerint a fiataloknál megoszlik a hajlandóság a véradásra. Van, aki szívesen elmegy, és sokan otthon is látják a pozitív mintát. A másik csoport inkább kifogásokat keres és talál, tette hozzá megye igazgató. Náluk az iskolai védőnők és pedagógusok szerepe nagyon fontos, ők tudják ugyanis motiválni ezeket a fiatalokat. Volt olyan példa, hogy egy-egy iskolában de az egyik iskolában jöttek a fiatalok, látszott, hogy tetszene nekik ez a dolog, hogy valami miatt úgy gondolják, hogy ez mégis egy ilyen vagány, vagány ügy, hogy nyújtom a karomat, utána ott van az a hatalmas nagy ö, ö, bumszli odaragasztva, és akkor látszik, hogy valami, valami jót csináltam, de egyszerűen útszkodtak a tűnek a látványától, úgyhogy úgy zajlott a vírodás, hogy a kolléganőim egy a papírral letakarták a karjukat, és akkor ö, nem, nem, nem történt sem, és mondták, hogy oké, okay, hát ebbe, ez aztán végképp egy jó élmény volt, attól, amitől féltek, az nem következett be, tehát legközelebb is el fognak jönni véradásra, mert hogy ez így, ez így egy buli volt, ez tetszett nekik. A cél 2020-ban is az, hogy minél több módon, minél több donort érjenek el a szakemberek. Ez megyénkben különösen nagy kihívás, hiszen jelentős az előregedés és az egészségromlás. Az utánpótlás viszont nem tud ezzel az ütemmel lépést tartani. Pedig a véradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező tesztek elvégzése után nem csak a vércsoportját ismerheti meg, a szűrővizsgálat kiterjed a hív, a hepatitis B és C, valamint a szifilisz kimutatására is.